Az elmúlt hétvégén Tiszafüreden rendezték meg a középtávú kvadratlon Európa-bajnokságot, amelyen 50 versenyző állt rajthoz. A mezőnyben ott volt a 24 éves nyírbátori Kisbodolai Fanni is, aki idén először indult ebben a sportágban. A Dragonese versenyzője korábban világbajnoki és Európa-bajnoki címet is szerzett az utánpótlás korúak között, felnőttként pedig először bizonyult a kontinens legjobbjának. Mint elmondta, erős riválisok között a második szám végétől vezetve sikerült megszereznie az aranyérmet. Mindig változó, hogy mennyien tudnak eljönni ugye a versenyekre. A tavalyi évben a vírushelyzet miatt egy kicsit meg is tizedelődött a mezőny, de mindig a kemény mag van ott, és a nemzeteknek a legjobbjai vannak ott. Mindig az úszás a leggyengébb számom egyébként, úgyhogy ott mindig egy kicsit aggódni szoktam, hogy nehogy nagyon elúszanak, és akkor utána ne tudjak fel biciklizni, de hál' Istennek most nem volt ilyen, hogy túl kelljen aggódnom. Még az úszásból most se sikerült elő kijönnöm, de utána mindig csak felfelé vezet az út számomra, és kerékpárról már sikerült az első helyen leszállnom. Kisbodolai Fanni férjével együtt járja a versenyeket, aki idén Kaposváron egy kvadratlon világkupa bronzéremmel tette le névjegyét a férfiak mezőnyében. Kis Attila heti 20-22 órát edz, és idén elért egy mérföldkőhöz is, teljesítette a klasszikus Ironman távot. A 3,8 km úszás, a 180 km kerékpározás és a maratoni táv lefutása 11 óra 33 perc 8 másodperc alatt sikerült számára. 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, hogy itt szeretném ezt a versenyt teljesíteni, először csak teljesíteni. Aztán nagyon sokat beszéltünk Fannival, hogy ez milyen áldozatokkal is jár. Munkahelyemen is meg kellett említenem. Szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt a Bátori Anna Református Általános Iskolában dolgozok, mert kaptam lehetőséget arra, hogy felkészüljek, ami úgy nyilvánult meg, hogy reggeli órám szinte nincs is, hogy a hajnali úszásokat meg tudjam csinálni. Úgyhogy ilyen szempontból szerencsés vagyok, viszont az elején nem gondoltuk, hogy ennyire nehéz lesz a felkészülés. Ami a jövő évi terveket illeti, Fanni szem előtt a világbajnoki cím megszerzése lebeg, Attila pedig egy rangos európai Ironman versenyen szeretné megmérettetni magát.